Lényegesen kisebb terhet okozott 2023-ban a koronavírus, mint az azt megelőző két három évben a már bereg vármegyei Oktató Kórház tag Az elmúlt időszakban egyéb kihívásokra az egészségügyi ellátórendszerben kötelezően végrehajtandó struktúrális változásokra kellett főként nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezek szakmai szempontból jelentős terheket vesznek le az intézmény vezetőségének válláról mondta el televíziónknak a 2023-as év végén Szűcs Attila főigazgató. Az alapkoncepció a döntés hátterében az volt, hogy vegyük ki a kórházak, a kórház vezetősének feladatai körül azokat az ellátadó területeket, ami nem egészségügyi, orvosszakmai, ápolás szakmai ellátás. Azaz nagyon sok minden megmarad, minden, ami egészségügyi, és ami már ezen kívül van, az kerül át a kefhez, azon keresztül pedig különböző alvállalkozákhoz, őrzésvédés, takarítás, parkfenntartás, műszaki fenntartás, egyebek. De ez egy nagy feladat, ami az elkövetkező napokban fog megvalósulni. Az előző év szeptemberében készült el a Vármegyei Kórház Nyíregyházi telephelyén az új nővérszálló. A három szintből álló 118 férőhelyes minigarzonokból álló épület csak nem másfél milliárd forintból épült fel. Az intézmény 2023-ban összesen csak nem 8 milliárd forint értékben fejlesztett, melynek köszönhetően a gyógyításhoz szükséges eszközpark is jelentősen bővült. Új CT készülék, új röngen készülék a gyermek tekintetében, több ultrahang készülék. Óriási beruházás volt, hogy a szívkatéteres laborunkat felújítottuk. Az egyik szívkatéteres asztal labor, az egy teljesen új, amit nemrég vettek birtoká, birtokukba a kollégáink. Egy nagy beruházás volt a sebészeti ellátás területén, amikor egy több milliós értékű speciális ultrahangos készüléket szereztünk be. Óriási fejlesztés valósult meg az onkológián, ott főleg szoftverek, amik még precízebbé, pontosabbá teszik a radiológiai onkológiai ellátást. Szintén nagy fejlesztéseink voltak a patológia osztályon, ami a szövettani vizsgálatokat teszi még precizebbé, még biztonságosabbá lehetőséget nyújt a távkonzilium lehetőségére. Szóval az intenzív osztályon is újabb gépek, műszerek az osztályunkra. Tényleg azt tudom, hogy nagyon sok minden történt. De ugyanakkor azt kell mondjam, ez így természetes. Az egészségi ellátórendszer így kell, hogy működjön. Amiben továbbra is sokat tennivaló, az a humán erőforrás biztosítása az integrált kórház valamennyi telephelyén. Ebben hosszú távon nagy segítséget jelenthet az a nagyszabású bérfejlesztés, amely az utóbbi időszakban érkezett az egészségügybe. Kimerem itt a nagy nyilvánosság előtt is jelenteni, az orvosaink tisztességes fizetést, tisztességes ügyeleti díjat kapnak, ami már, hogyha a vásárlóparitást és egyéb mutatókat is nézzük, már összevethető a nyugat-európai bérekkel, ügyeleti díjakkal. Az ápolás szakmai területen is az elmúlt három évben már három komoly bérfejlesztés megvalósult, 18-20-22 ban és mindannyian tudjuk, hogy márciustól jön egy újabb, még komolyabb mértékű béremelés. Ezek nagyon jó dolgok, természetesen, főleg a ápolói területen szükség van rá. Ezek a lépések is természetesen hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszer stabilabban működjön, de még mindig azt tudjuk mondani, hogy a humán erőforrásban hiányunk van hiányunk van. Orvos szakmai területen, ugye mi egy nagy integrált Vármegyei intézmény vagyunk, 5750 munkatársunk van, öt városban végzünk fekvőbetegellátást, plusz egy helyen járóbetegellátást, óriási humán erőforrás igényünk van, hiszen nyugdíjba is mennek kollégák, mindig van egy fluktuáció is, ami 5-6-7 százalékot eléri. Lényegi változása Vármegyei Kórház életében, hogy Szűcs Attila főigazgatói megbizatása december 31-én lejárt. Az integrált intézmény vezetője saját maga döntött úgy, hogy átadja pozícióját, és helyezi újra előtérbe a gyógyítást az anesteziológiai és intenzív terápiás osztályon. A Vármegyei Kórház új főigazgatójának személyéről a következő hetekben születik döntés.